vállalatnál a videó első részében az ingyenes tagok hirdetés feladását fogjuk bemutatni. Amikor beérünk a webirodába, a dashboardra érkeztünk be, itt a bal oldali menüsorban a Daily Qualification gombra kattintva kezdhetjük el a napi hirdetés feladást. Erre a gombra kattintva átvisz bennünket a rendszer arra az oldalra, ahol megtaláljuk a különböző nyelvű hirdetés feladási videókat. A videók alatt 5 hirdetési dobozzal találkozunk, 1-től 5-ig számozva. Tehát naponta 5 hirdetés feladási lehetőséget biztosít a vállalat a számunkra, viszont a napi hirdetés feladási kötelezettségünk mindössze 1 hirdetés feladása napi szinten. Mivel ebben az irodában az 5-ös számú hirdetés már fel lett adva, ugyanis mindig az 5-ös ablaknál kell kezdeni a hirdetés feladást, ezért most már csak a 4-es ablakra kattintva tudjuk elkezdeni a hirdetés feladást. A hirdetési dobozok alatt van egy számláló, ami megmutatja nekünk azt, hogy hány nap van még hátra, ahhoz, hogy a 60 nap elteljék, és a 60. napon történő felminősülés után a vállalattól az ingyenes tagok, akik felminősültek a 60. napon, megkapják a bónusz IGN csomagot. De nézzük meg először a hirdetés feladás menetét. Tehát itt a 4-es dobozzal kattintva átkerülünk arra az oldalra, ahol a vállalat által előre elkészített hirdetési szövegeket találhatjuk. Minden nap másik hirdetési szöveget kell feladni mindenkinek. Egyrészt azért, hogy jóváírásra kerüljön a hirdetés feladás, másrészt pedig azért, hogy a hirdető portál ne tiltson le senkit se a hirdetés feladásról. Amikor kiválasztottuk a kedvünkre való hirdetési szöveget, akkor a Copy and Select zöld gombra kell kattintani, ekkor azonnal az egérbe kerül elhelyezésre az általunk kiválasztott hirdetési szöveg, amely megjelenik egy felbukkanó kis ablakban, és itt az OK gombra kattintva elfogadjuk azt, hogy ez lesz az a hirdetési szöveg, amelyet ma fel fogunk adni. Ekkor azonnal átkerülünk arra az oldalra, ahol is a hirdetési portálok vannak felsorolva. Itt két olyan portál van, az első az aufreads.com és az ötödik a usnetads.com, amely portálokra nem kell előzetesen regisztrálni ahhoz, hogy hirdetést adhassunk fel. A többi portálokra is, aki szeretne, beregisztrálhat, viszont csak az első alkalommal kell majd beírni a felhasználó nevet és a jelszót a hirdető portálon. A következő alkalmakkor automatikusan bevisz bennünket a hirdető portálra a rendszer, hiszen össze vagyunk kötve. Én az aufreads.com oldal fogom kiválasztani, bekattintok a kis körbe, és a Continue gombra kattintva már is átvisz bennünket a rendszer a hirdető portál oldalára. Itt a középen található piros linkre, a Click Here to Post Ads linkre kattintva átérünk arra az oldalra, ahol elvégezhetjük a hirdetésünk feladását. Itt a szövegdobozba egy jobb kattintással bemásoljuk a szövegben az egérben lévő hirdetési szöveget, amelyet kiválasztottunk. Itt kijelöljük az első mondatot, amelyet bemásolunk a title dobozba, és ez lesz a hirdetésünk tárgya. Mindazok, akik szeretnének a hirdetésükhöz külön egy fényképet vagy képet hozzáadni, akkor a Browse gombra kattintva ezt megtehetik. Amikor erre a gombra kattintunk, akkor a gépről kell kiválasztani a megfelelő képet. Azok a tagok, akik szeretnék az ajánlói linküket külön is hozzáadni a hirdetésükhöz, akkor a HTTP-vel kezdődő ajánlói linket kimásoljuk a szövegdobozból, és elhelyezzük a related link URL dobozba. Innentől kezdve ezen a portálon már csak a piros csillaggal jelzett mezők kitöltése a kötelező. Itt első a kategória kiválasztása, ahol is a Business Opportunities, Home Business-t fogjuk megjelölni. Ezek után beírjuk a hirdetőnek a nevét, majd ezután egy jelszót, ami akár 1, 2, 3, 4, 5 is lehet, hiszen ez csak a hirdetésünk jelszava. Majd a kék kódszámot beírjuk a dobozba, és ezek után a Submit gombra kattintva átérünk arra az oldalra,
ahol láthatjuk azt, hogy gratulálnak nekünk, sikeresen feladtuk a hirdetést, aktiválva van, és itt látunk egy vastag betűs kék linket, ami tulajdonképpen a hirdetésünk tárgya. Tehát erre a linkre rá kell kattintani, és ekkor a hirdetési portálon már is szembe találjuk magunkat az imént feladott hirdetésünkkel. Itt már csak annyi a teendő, hogy a böngészőben kimásoljuk a hirdetésünk HTML kódját, majd visszalépünk az Argent Global háttérirodánkba, és itt a Confirmation link dobozba ezt a HTML kódot bemásoljuk. Majd a Confirm gombra kattintva tudjuk a rendszerrel elfogadtatni, visszaigazolni a hirdetés feladásunkat. Minden nap a hirdetéstagoknál $2.50 jóváírásra kerül a sikeres hirdetés feladás után, de mivel ebben az irodában már feladtuk a napi hirdetést, ez most itt nem fog megjelenni, viszont ebben a kék mezőben láthatjuk azt, minden ingyenes tagnál, hogy 100 bónuszponttal indultunk el a programban, már $85 összegyűlt a webirodában, ami azt jelenti, hogy 26 nap múlva, amikor is elérkezik a 60. nap, itt már $150 összeg lesz látható. A 60. napon legkésőbb az ingyenes tagoknak is minimum a silver előfizetést meg kell vásárolni, és csak ezután fogja a vállalat megadni az ajándék bónusz csomagot. Tehát ez a hirdetés feladás menete az ingyenes tagok számára. Most átlépünk egy másik irodába, ahol is tulajdonképpen azon tagok hirdetés feladását mutatjuk be, akik már vásároltak egy ilyen csomagot. A hirdetés feladás menete tulajdonképpen merőben megegyezik az ingyenes tagok hirdetés feladásával, szintén a Daily Qualification gombra kell kattintani, és ugyanarra a felületre érkezünk el, ahol is megtalálhatjuk a különböző idegen nyelvű hirdetés feladási videókat. A videók alatt, abban az esetben, amikor maximum 10 darab AGN csomaggal rendelkezünk, egyetlen egy hirdetési kocka rendelkezésre a napi feladat ellátásához, ugyanis minden 10 csomag után egy hirdetés feladása kötelező. Tehát 1-től 10-ig egy hirdetés feladás, ha már 11 üzleti csomagod van, akkor naponta 2 hirdetést kell feladni. Ez alatt a doboz alatt látható az, hogy a 7 napból hány napon keresztül lett sikeresen feladva a hirdetés, ugye 4, csütörtök a fordulónap, és az egy év, mivel a csomagok egyéves szerződések az 52 hét, ebből már 2 hét teljesítve lett a hirdetés feladások és a jutalék kifizetés szempontjából is, tehát heti $10 jövedelem az alapcsomag esetében. És akkor nézzük is meg, hogy hogyan is kell feladni a hirdetést, tehát itt csak az egyes számú kocka áll rendelkezésre. Amikor erre rákattintunk, szintén a vállalat által előre elkészített hirdetési szövegek jelennek meg, ugyanúgy a Copy and Select zöld gombra kell kattintani, leokézni, azaz elfogadni, hogy ezt a hirdetést szeretnénk a mai napon feladni, átkerülünk a hirdető portálok listájára, én szintén az aufreeads.com lehetőséget fogom kiválasztani, majd a kék Continue gombra kattintva átértünk az a hirdető portálra, ahol úgy szintén a piros Click here to post ads linkre kattintva a következő felületen már fel is adhatjuk a hirdetést. Itt a szövegdobozba bemásoljuk az egérben lévő hirdetési szöveget, ahonnan az első mondatot szépen kimásoljuk és behelyezzük a title dobozba. Ez lesz a hirdetésünk tárgya. Majd mindazok, akik szeretnék, hogy az ajánlói linkjük külön is hozzáadásra kerüljön a hirdetésükhöz, a HTTP betűvel kezdődő ajánlói linket a szövegdobozból kimásoljuk, majd elhelyezzük a Related Link URL dobozba, és mindazok, akik szeretnének képet hozzáadni a hirdetésükhöz, a Choose File gombra ezt meg is tehetik, a kinyíló ablakban a számítógépről kell kiválasztani az adott képet.
Úgy szintén innen már csak a piros csillaggal jelzett dobozok vagy adatok kitöltése kötelező. Első ezek közül a kategória kiválasztása, ami a Business Opportunities Home Business lesz. Itt be kell írni úgy szintén a hirdetőnek a nevét, a jelszót, ami akár 1, 2, 3, 4, 5 is lehet, hiszen csak a hirdetésünk jelszava. A kék kódszámot úgy szintén elhelyezzük ebbe az üres dobozba, és ezután a Submit linkre kattintva átérünk arra a felületre, ahol látjuk a gratulációt, hiszen sikeresen feladtuk a hirdetést. A hirdetésünk aktiválva van, és itt találjuk meg a kék vastag betűs linket, ami tulajdonképpen a mindenkori hirdetésünk tárgya. Erre a linkre rá kell kattintani, és ekkor átkerülünk arra az oldalra, ahol a portálon már élőben láthatjuk az imént feladott hirdetésünket. Itt már csak annyi a teendő, hogy a böngészőből kimásoljuk a hirdetésünk HTML kódját, visszalépünk a webirodánkba, és itt a Confirmation Link dobozba ezt a HTML kódot elhelyezzük, majd a Confirm gombra kattintva tudjuk igazolni a vállalat felé, hogy a mai munkánkat teljesítettük. Itt most látjátok, hogy $95 van jelen pillanatban, amikor rákattintok a Confirm gombra, sikeres hirdetés feladás esetén azonnal jóváírodott a $2.50. Tehát úgy az ingyenes tagoknál, mint az AGM csomaggal rendelkező tagoknál, sikeres hirdetés feladásnál a felhasznált hirdetési doboz be fog szürkülni. A fizetős tagoknál, azaz az AGM csomaggal rendelkező tagoknál a vállalat biztosított egy olyan lehetőséget, hogy további 10 hirdetést fel tudnak adni ezen tagjaink. Ez természetesen segíti a munkákat, amennyiben prezentációt tartunk, személyes bemutatót tartunk, vagy tréninget tartunk, ezek a hirdetések erre is szolgálnak, illetve mindazok, akik szeretnének aktívan hirdetni a különböző hirdetési portálokon, megtörténhet velük, hogy a világhálón egy külföldi munkatársra is találnak a hirdetés feladás menete közben, és itt már látjuk is, hogy a 7 napból 5 napot már is jóváírt a rendszer, és már csak 2 nap van hátra ahhoz, hogy a következő jutalékot a 7. nap szálltakor a rendszer jóváírja nekünk. Köszönjük szépen a figyelmet, és mindenkinek sikeres hirdetés feladást kívánunk. A következő videóban az iPay számla megnyitását fogjuk megmutatni.